Sziasztok! A mai videóban Hachimals figurákkal fogunk foglalkozni. Egy nagyon kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet erre a sorozatra, amiért végtelenül hálás vagyok, ugyanis a Hachimals 4. szériájában unikornisok vannak. Itt látszik, ilyen kis pici unikornisok vannak ebben a szériában. Szuper aranyosak, úgyhogy ezt kár lett volna kihagyni. Az első szériából pegazusokat lehetett kivadászni, mind a nagyobb csomagolásokból, mind pedig az egyes zsákba macskákból. Ilyen nagyon cuki kis csillámos szárnyú pegazusokat lehetett kifogni. Egyszer ezt a kettőt, egyszer pedig ezt a kettőt. Ezek annyira édesek. Igazából ugyanaz a forma, csak ugye más szín, illetve ez a kis világos zöld, annyira mosolyog, hogy be van csukva a kis szeme is, szóval szuper aranyos. Korábbi szériákból ki lehetett fogni zebrákat is, ami ugye nem ló, de lóféle. Ezek is nagyon édesek, ez teljesen borítva van csillámokkal, és olyan kis aranyos, hogy nagyon nevet, és még kis szárnya is van. Meg úgy tűnik, hogy ilyen kis tollas neki a pocakja, hát meg kell zabálni. Ez a másik pedig egy kicsit ilyen áttetsző műanyagból készült, neki is csukolna kis szeme, és ő valami nyári kiadás lehetett, mert úszógumi van a kis hasán. Szintén korábbi szériából ikreket lehetett kifogni, amik egy icipicit kisebbek, mint a másik figurák, és a fejük mozog. Őket szerencsés esetben egy darab tojásban együtt lehet kifogni, nekik is van icipici csillámos szárnyuk, és hát ők ugye együtt így a legaranyosabbak. Ikrekből egy lila színű lovacska testvérpár is benne volt az egyik szériában, ezek is ugye ketten voltak egy tojásban, és nagyon-nagyon édesek, szuper cukik. A Unikids sorozatból ilyen kis unikornisokat lehet kifogni, nekem már megvan majdnem az egész sorozat, úgyhogy reménykedem benne, hogy ebben a zsákba macskában olyat találok majd, ami még nincs meg. Itt van például ez a kis rózsaszínű unikornis fehér sörénnyel, fehér falokkal, hófehér szárnyacskákkal, nagyon-nagyon aranyos. Itt van egy lila színű unikornis rózsaszín sörénnyel, itt van egy narancssárga világos rózsaszín sörénnyel, mindegyiknek fehér kis csillámos szárnya van, és ugyanolyan fehér csillámos szarva. Itt van egy lila színű, szuper cuki, kis sárga sörényes unikornis. Itt van egy ilyen sárgás színű, sárgás zöldes, nem is tudom, talán sárga színű unikornis, ilyen türkíz sörénnyel és farokkal. Itt van egy kék színű, rózsaszín sörénnyel és farokkal, nagyon cuki. Itt van egy másik kék színű, lila sörénnyel és farokkal, és még egy zöld kis unikornis lila sörénnyel és farokkal. Annyira édesek ezek a kis figurák, egyszerűen nem lehet őket nem szeretni. És akkor lássuk, hogy melyiket rejti ez a két meglepetés tojás. Ami ebben a szériában érdekes, hogy még maga a tojás is olyan alakú, mint egy unikornis szarv, ugye kis csavart, csillámos tojás, egy nagy lila színű szívecskével a közepén. Itt van mind a kettő. És ugye ezeknek az a trükkje, hogy melegíteni kell őket, és amikor ez a szívecske színt vált, akkor azon a ponton megpuhul ez a műanyag, amiből a tojás készült, és ott ki lehet őket bontani. Kézmeleg egyébként bőven elég hozzá. Na, lássuk, elég puha már. Bizony, most már teljesen jó, ki lehet szabadítani a kis unikornist. Lássuk csak ki ő. Ó, de cuki, és ő még pont nincs meg. Ilyen kis barackvirág színű unikornis lila sörénnyel, akinek ráadásul csukva van a kis szeme, jól jegyem meg, mennyire aranyos, te örülök neki, nagyon jó. Lássuk a másikat. Ő ugyan megvan, de annyira édes, nagyon tetszik. Itt van egyébként a lista, hogy milyeneket lehet megtalálni. Szóval van itt 12 darab különböző unikornis, és a nagyon különleges darab belőle az plüssös, egy ilyen kis fehér plüssös unikornis rózsaszín szárnyakkal. Őt még nem sikerült kifogni, de hát ami késik, nem múlik, remélhetőleg előbb-utóbb meg lesz az egész sorozat.
Hát ők lettek volna a kis Hachimaz unikornisok a negyedik szériából. Én oda vagyok értük, abszolút imádom őket, mindegyiket kivétel nélkül. De egyébként aki a többi állatfigurát gyűjti, azok is fantasztikusan édesek. Kíváncsi lennék a véleményetekre, nektek hogy tetszik ez a sorozat? Ti gyűjtitek-e a Hachimaz figurákat, vagy sem? Ezeket a kicsiket szeretitek jobban, vagy a nagyokat, amik plüssös bevonatúak, vagy interaktívak? Írjátok meg kommentben. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!